soplomkocsis. Mikor érem meg, hogy ebből az országban rendes utak legyenek? Dára! Jaj, a derekom! Üdvözlöm, tábornok úr, de régen nem láttam ma. Hát milyen hírek járnak mostanában Erdélyben? Tisztelt kormányzó úr, először is szeretnék gratulálni Erdély kormányzói székében való kinevezésért, ami pedig a hírek illeti nem túl tényleg. A naszódi románok ugyan sikerült katonaságra bírni, de ezekkel a székekkel itt nagyon meggyűlt a bajom. Egyet se búsuljon, generális uram! Most van a legjobb lehetőség a székelyek legyőzésére. Ilyen, hogy egyszerre német kormányzója és német katonai parancsnoka legyen Erdélynek. Ha most nem tudjuk Móresre tanítani ezt a makacs és öntudatos népet, akkor soha. Igaza van, kormányzó úr, ezt a lehetőséget ki kell használjuk. A székelyföldi császári haderők parancsnoka, tábornok úrnak jelentem, csapataim készen állnak a hegygyakorlat megtartására. Mivel indokolja a ezredes úr ebbe a téli hidegbe a hadgyakorlat elkezdését? Tisztelt tábornok úr, a gyergyői toborzásunk után a csiki falvak férfi lakósága élükön a madéfalviakkal a szépvízi erdőkbe menekültek, és ott bujkálnak a katonáskodás előtt. Sorba utána, lépés, indulj! Most pedig láthatunk egy korabeli 18-19. Században hagyományos katonai gyakorlatot, mint a huszárok és a gyalogság végrehajtani. Itt jelen esetben most a osztrák császári csapatokat jelképezik. Amint már megtudtuk, hogy Mária Terézia Bukov császári generálist neveztek Erdély katonai kormányzójává, és ő vezényelt azokat a katonai küldöttségeket és katonai alakulatokat, akik Erdélybe jöttek, hogy felügyeljék a határőrség megszervezését. Ügetés, indulj! Lovasság fegyvernemén belül a huszár csapatnak az általában felderítés vagy éppenséggel visszavonulás fedezése, tehát mint könnyű fegyvernemű lovasság, akkor kürt szót itt most jelen esetben kürt nincs, a legnagyobb pontossággal egyenes vonalba, vagy éppen a kívánt feladat szerint két mozgásba kellett azokat a folyamatokat végrehajtsa, amit a hadművelet megkövetett. Amikor rohamoztak az ellenség fele, először lépésbe, ügetésbe, majd csak az utolsó 100-200 méteren közel az ellenséghez vágtával vetették magukat az ellenségre. Reguláris nehéz lovasság ellen nem igazán vetették be, mert azzal szemben alul maradt volna, de üldözésbe vagy visszavonulás fedezésébe viszont a legjobbak voltak gyorsaságuk.
mérése, bármilyen irányú fordulatmozgás végrehajtására, és ezt a megfelelő sebességgondoló végrehajtására. Semmilyen ló nem maradhatott ki abból a műveletből, ami éppen zajlott, ahogy most is látjuk. Hajj! Igazodj! Még inkább. Fordulat! Indulj! A huszár először, mikor bevonult katonának, gyalogos kiképzést kapott, hogy a szabályozott katonai életformát tudja elsajátítani, majd egy kis idő múlva kerül csak lóra. Vágta! Indulj! A vértesnek páncél mellvértje volt, a testtel sokkal jobban védve volt, nagy nehézkes lassulóval jött a frontális összecsapásra, huszárok felé kerekedett, de üldözésbe, felderítésbe lassúan, olyan helyzetben, hogy a huszárok voltak, két éven keresztül. Ennek az lett a nincs eredmény, hogy utána felosztották 40-et. Keleti acélkardok is törnek, olyan helyes a harc. Igen, hajtsad a kutyanémetet, hajtsad! Hey, emberek! Nem láttak erre felé valamiféle katonákat? Mit jutál? Látsz-e valamára, vagy itt van pocsolyával van teli a feje. Olyan hideg van, mindjárt a lélek belém facs, még te pocsolya kerülőt keresel. Jól van, na, nem szóltam semmi. Jönnek bátran, emberek! Elmentek a katonák! Annyi maradjon meg belőlük, amelyik én kereszteltem. Mindenüket elvették. Télvíz idején az erdőkkel bújdokáljunk, ők meg kaplocálna nagy melegbe. Ha! Olyan szátja ettem volna egy anyagikot. Emberek, elég legyen az Isten ellenségekből. Inkább húzódjanak be a házaikba, csanak, és imádkozzanak a Somjó és Szűk Máriához segítségét. Már csak ő, ha meghallgatja a könyörgéseinket. Mi pedig István fia, próbáljuk meg földi úton orvosolni vajainkat. El kell mennünk a katonai parancsnokságra, a tapucára, hát ha tudjuk, hogy neki végségre Székek virkony a csatornán, székek sziat minden hallán. Az erdők és gyászba vannak, sebesülve lőve vannak. Hey!
vannak kalandulva. Éhesek, meg vannak hagyva, csont is még van kedvük énekelni. Az ember nem jó kedvéből énekel ilyenkor is. Hát, ha szorult egy kicsi jó indulat ebben a generálisba. Tábornok úr. Mit akarnak? A mai falván összegyűlt székelyek küldöttei vagyunk. Arra kérjük, tábornok urat, kímélje meg sokat szenvedett népünket a további sanyargatásoktól. Ne kényszerítse ránk a katonáskodást, mert ennek a népnek évszázados jogai vannak e tekintetben. Másfelől pedig a felséges császárnék is megfogalmazta, hogy csak katonáskodni szándékozó embereket verbuválhatnak. Itt van erdőn bujkáló népsöpredék vagytok. Megszégyenítettetek a császárn is az egész világ előtt. Két éve próbálok katonát faragni belőletek, s nem illet belőletek. Megmondtam már százszor, katonák lesztek, ha fene-fené teszik is, és az így lesz jó nektek is. Ide jött, ezer idegenül! Még a nyelvünket se beszélhet, még te mondod meg nekünk, hogy mi a jó nekünk! Nem leszünk a császár katonái! Mi lófőszékelyek vagyunk, nem leszünk a császár katonák, katonák nem leszünk, nem leszünk, nem leszünk, nem leszünk, nem, nem leszünk, nem leszünk, nem, nem leszünk. Ezekkel nem lehet szép szerére szót érteni, ezeket ki kell írtani, még ma ilyen. Előre, indulj! Állj!
huszárod, kardot, recs! Lépés előre, indulj! Ügetés, indulj! Vagy te, indulj! Hey! Figyelem! Fordulj! Igen! Indulj! Áldják a nevedet, mondván. Bal sors, akit régen tép, hozzá végeztem. Megbűvette már a nép, a múltat és a jövendőt. Hagyományőrzőknek, hadiparviaknak ezt a szép bemutatót. A gyalogság, az első és második székely határőr gyalogezred hagyományőrzői Gyergyóból és Háromszékről, továbbá az első csíki gyalogos is előkerült a mai napon, aki hagyományőrzővé csapott fel. Tapsot nekik! Kelencéről és Gidófalváról vannak a gyalogosok, az ágyok is, a két település gyalogos hagyományőrzők tulajdona.